városába, vitéz jó vajdályok, János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korolla az égbe, háromszor is szállt az bátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme. Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája. Csípős őszuton vett szállást a garabonciás deáknak öltözött Mátyás király kevében. Kemény volt a derékaj, hideg a szoba, falatnyi a vacsora, de az árát azért jól megkérte a fogadós. Külön a fűtését, borét, a világító olajét, no meg a lovaistálójáit, pedig gyalogszerrel járt a király most is. Köszönöm a szíves vendéglátást, fogadós uram. Tudom, Isten, egyszer még meghálálom. A zsebrés, meg a vánkos húzat, meg a... Elengedjük, el. Térj be hozzánk máskor is, fiam. Jó lehetett a früstök, ha ilyen magos kedve vagyon. Fene megette. Épp meg a reggeli helyet fütyültem. Délre azért csak kerül valami az asztalra. Úgy megy a sorom mostanában, de ák, hogy az ebéd meg a vacsora helyett is csak fütyörészek. Ami termett, adóba ment meg adósságba. Hát, az a hatalmas tök, életemben nem láttam ekkorát. Na, ez nem eladó. Száron édesedik igazán, azt lehet, hogy még hízik is. Aztán majd felviszem Mátyás urunknak, mert ugye, helyedelmi tök ez. Hát a király asztalán a helye. Ha jót akar önni, csak nem veti meg a finom sütőtököt. Nem mondott erre Mátyás se búd, se bát, de várta a különös ajándékot nagyon. El is indult volna vele, ha szerencsétlen, csak azt nem tudta miképpen. Görgesse, szomszéd! Nincs olyan messze Buda! Nem moslékot akarok én vinni a királynak, hanem épp egészséges parástököt. Egy heti napszámfogadós uram, ha felvisz véle a napi fuvarra. Két heti, de aratáskor. Kezed rám! Nem bírja a két ökör ezt a rusnya tököt. Négy kell a szekér elé. Pusztuljak bele, de felmér a tök Budára. Legyen hát! Vélem napszámol kennek az asszony is. Meg a gyerek is. Nagy Isten csodája! Ki a panaszos? Álljon ide a sorba, a szekér meg táguljon innét! Nincs panasz, vitéz uram. Csak ajándékot hozott ez az eszeveszte a királynak. Ma panasznap van, ajándékozás majd csak vízkereszkor. Edd meg, fiam, vagy add a malacoknak. Nagy jó úrunk! Igazságos Mátyás király! Tekints ki szolgádra, hogy kedve... Elhallgass, paraszt, mert 25 botot kapsz. Isten hozott Budán. Látom, meghoztad az ajándékomat. Ne bolondozz vélem, deák. Nem néked hoztam, hanem jó urunknak. Küld ki Mátyás királyt. Hadd adom át néki a tököt, mert sietős az utam. Drága a fuvar. Jól van, te füttyös. Tudd már róla, Mátyás. Rögvest küldjük néked az ő ajándékát. Jó ember. Ezen aranyokat a király küldi néked. Nem fizetségé hoztam én, hanem csak úgy. Ajándékú. Ez sem fizetség, csak ajándék. Hát, Kend, mit hozott kevivől? Úgy látom, ma adakozó kedvében van a király.
Hoztam, csak hát ma nem fogad, Mátyás. Gyere csak, gyere. Majd szólok az érdekedben. Nos, fogadós, mi szél hozott erre? Jaj. Uram, felség, az a kapzsi asszony vett rá, hogy ennyit kérjek a szállásért, de én rögtön tudtam, hogy felséget rejtezik a Deák gúnyával, ezért is siettem az aranyakkal. De még a négy ökörrel is engesztelésképpen, meg ajándéknak is gondoltam. Nincs harag, fogadós. És köszönöm az ökröket. Hanem mit is adhatnék te néked cserébe? Hiszen hiány semmiben nem szenvedsz, és ahogy áraidat ismerem, nem is fogsz. Legyen hát, legkedvesebb tulajdonomat adom te néked, bár igen kedvelem a jóféle sütőtököt, én mégis néked ajándékozom, amit a szomszédot hozott. Jaj. Becsüld meg, az bíz egy 1000 forintos tök. De hogy meg ne sértődjék szomszédot, hogy elajándékoztam az ajándékát, hát néki ajándékozom a te ajándékodat is. Most pedig menj Isten hírével. Úgy kívánja Mátyás király, hogy vidd a négy ökröt is, mert közben már más gazdája lett ajándékodnak. Pedig de szép nagy tök volt. Az bizony, fejedelmi.